Hogyan mutatható be az induló beruházás? Az intézményünk tavaly évben nyert egy TIO pályázaton az Emberi Erőforrások Minisztériumánál egy 151 milliós fejlesztési pályázatot. Ez a pályázati kiírás célzottan a bentlakásos intézményekre, idősek otthonára vonatkozott, amin sikeresen pályáztunk, és ugye megnyertük ezt a pályázatot. Tavaly 2014. szeptember 1 indult a pályázat, ez évben, 2015. január 15-én sikerült megkötni a támogatási szerződést az emberi erőforrások minisztériumával. Egy kicsit a két idő közt a bürokrácia, az adminisztráció az elhúzódott tulajdonképpen, de ez arra volt jó, hogy igazán segített bennünket arra felkészülni, hogy amikor indulhatunk az építkezéssel, akkor ez az indulás zöggenőmentes és gyors legyen. Mit is jelent ez a fejlesztés? A közbeszerzés során ugye meghirdettük az építkezést, a kivitelezési munkát, és a Lenti önkormányzati tulajdonban lévő Lekó KFT nyerte el, aminek mi nagyon örültünk, hiszen mindig jó, hogyha egy pályázatban a helyi erők, vállalkozások vehetnek részt, és azt gondolom, hogy ez egyfajta minőségi munkát is jelent, hiszen ők itt élnek köztünk és törekednek arra, hogy a helyileg elkészült beruházások mindig tökéletesek legyenek. Mekkora kihívást jelent a cég számára a beruházás? Hát kihívást jelent mindenféleképpen, hiszen egy működő idősek otthonáról van szó, aminek a bővítését kell végrehajtanunk. Augusztus 31 e befejezési határidőnk, és mindezt úgy, hogy a, az intézmény meglévő szobái ugyanúgy működőképesek legyenek. E tekintetben a kollégáimmal azt az elképzelést vagyunk, hogy fölhúzzuk külön a bővítendő területet, és utólag lesz összenyitva a két szár lényegében. Mekkora kapacitást igényel ez a munka a cég részéről? Hát a cég részéről a magas építési ágazat teljes mértékben, illetve a mi építési ágazat is be fog ide társulni, és ezt a munkát megvalósítani. Teljesíthetők a határidők? A határidők mindenféleképpen teljesíthetők és vállalhatók. A beruházás az két részből áll tulajdonképpen. Az épülethez fogunk építeni egy 235 négyzetméter alapterületű újabb szárnyat. Ez egy teljesen új rész fog lenni. Tulajdonképpen 10 lakó elhelyezésére, plusz 10 lakó elhelyezésére ad lehetőséget. Így a jelenlegi 36 fős létszámunk 46 főre bővül, ez nagyon fontos, mert jelenleg a várakozóink száma 107, és ez komoly gondot jelent számunkra. Ezen kívül a, me a meglévő épületben 1100 történik meg a felújítás, korszerűsítés, hogy az ellátottak jobb életminőségben tudjanak élni. Hogy lehet ezt megoldani úgy, hogy a lakók végig jelen lesznek? Hát igazán azt gondolom, hogy nem az új épület szárny építése fog gondot okozni, hanem a meglévőnek a korszerűsítése, hiszen itt a mindennapokban 36 idős ember, az idősek klubájában lévő 30 ember, és a dolgozók itt élünk, itt dolgozunk. Ez azt gondolom egy komoly kihívást fog jelenteni. Első, legfontosabb feladat, hogy napra készen tájékoztassuk mind az időseket és mind a dolgozókat, hogy tulajdonképpen ez hogy fog történni, erre egy kész akciótervet a LECO KFT-vel fogunk készíteni. Tulajdonképpen nem egyszerre fogjuk elindítani a meglévő épületben a fejlesztést, hanem szakaszoljuk ezeket a bővítéseket és hát megpróbáljuk úgy megoldani az ellátottakat vagy itt, vagy az intézményhez tartozó Rédicsi Cseszregész Zalabaksai Intézményben, hogy igazán ők a legkevesebb akadálynak, problémának legyenek kitéve, de mindenképpen azt gondolom, hogy ez az időseknek és az itt dolgozóknak is egy nagyon, kih nagyon komoly kihívást fog jelenteni hiszen ez porral, kosszal, zajjal jár költözéssel, és hát ők igazán azért jöttek ide, hogy itt nyugodtan élhessenek, de remélem, hogy mind az ellátottak, mind a dolgozók megértőek fognak lenni, hiszen ez a fejlesztés azért valósul meg, és azért tesszük ki őket egy kis nehézségnek, hogy 2015. október 31 után egy sokkal jobb életminőséget élhessenek egy korszerűbb környezetben, egy szebb, megújult épületben. Mekkora összegből valósul meg a beruházás? Maga a pályázata 151 millió forint, az építkezés beruházás része az 90 millió plusz áfa és a maradék összegből pedig eszközöket fogunk vásárolni, gondolok beépített szekrényre, ágyakra, butorzatra, számítástechnikai dolgokra. Ezen kívül, ami jelentősen meg fog újulni, az a konyhánk fog lenni és a betegek étkezője, Tulajdonképpen a konyhát teljesen felszereljük a különböző gépekkel, ami itt a főzést, melegítést segíteni fogja. Ezen kívül a dolgozóknak nem volt külön étkezője, és azzal, hogy most az ellátottak étkezőjét bővítjük, tulajdonképpen oda csinálunk a dolgozók részére egy étkezőt, de ez nem külön lesz, hanem teljesen egybe az ellátottakkal, hogy igazán együtt tudjunk étkezni velük majd a mindennapokban.